Az idén már másodjára került megrendezésre a Crestúra Mezőtúron című rendezvény a mezőtúri rendőrkapitányságon. A rendezvényen Mezőtúr, Turkeve és Kétpó csapatai mérték össze Kressz, illetve járműtechnikai tudásukat. A rendezvény sikerességéről Fekete Miklóst, a mezőtúri rendőrkapitányság vezetőjét kérdeztük. A tavalyi évben először szervezte meg kapitány úr, hogyha jól tudom, először ezt a versenyt, és nagy sikerrel. Ez inspirálta a mostani, a idei verseny megszervezésében is? Igen, úgy gondoltuk a munkatársaimmal, hogy mivel értelme volt az elmúlt évi ilyen jellegű vetélkedő megtartásának, ezért ebből egy hagyományt kell teremteni. Hagyományt azon a szinten, hogy kérjük fel településeink csapatait hasonló összetételben, mint az előző évben erre a kis vetélkedőre, és általuk az ő közreműködésükkel nyerjük meg a közlekedésben résztvevőket ahhoz, hogy ismereteiket frissítsék fel a közlekedési szabályok vonatkozásában, hiszen viszonylagos gyakorisággal, de változnak a szabályok. Hogyan zajlott a tavalyi verseny és az idei, az miben lesz esetleg más? Én nagyon bízom abban, hogy az idei alapvetően abban más lesz, hogy teljes csapatok fognak részt venni a mostani vetélkedőn. Mivel még én magam sem ismerem a Totóban szereplő kérdéseket, abban bízom, hogy Molnár Sándor úr, Sanyi bácsi, akit itt a városban szerintem mindenki nagyon jól ismer, ismét olyan pontokat ragadott ki a közlekedési szabályokból, amelyek vagy a baleseti okok vonatkozásában előtérben vannak, vagy esetleg újdonságok a Kresszben, és ezzel ráirányítják majd a figyelmet arra, hogy mi az, amire fokozottan oda kell figyelni. És hát van egy dolog, amit úgy szoktam ilyenkor kérdezni a velem szemben, hogy tud-e titkot tartani, mert ha igen, akkor a válasz, hogy én is. Hát lesz megint egy titkos meglepetés, amit nem árulunk el, de a végén ki fog derülni. Ugye a mostani mezőről még nem tudunk beszélni, de mik a személyes tapasztalatai, mennyire felkészültek a csapatok? Hát annyira felkészültek voltak az elmúlt évben a csapatok, hogy a csapatverseny vonatkozásában nem volt különösebben gond, de az egyéni helyezéseknél az eldöntés érdekében, ha jól emlékszem, két vagy három körben még egy szétlövéses kategóriában az élvonalban állók között plusz kérdésekre kellett hirtelen jött módon szóban válaszolni, és úgy sikerült eldönteni. És én azt hiszem, hogy ez a veszély, úgymond az idei vetélkedőben is benne van. Milyen összetételűek a csapatok, és honnan érkeztek? Tehát látom, az elég sokszínű a mezőny. Tehát akkor a fő lényeg, Mezőtúrváros, Turkeveváros és Kétpó csapatáról van szó. Fölkértük valamennyi településünk polgármesterét, hogy vagy személyesen polgármester urak, vagy ha egyéb munkájuk nyilván akadályozhatja őket, akkor a polgármester vagy netán jegyző vezetésével érkezzenek a csapatok. Kértük, hogy a csapatban legyen mindenféleképpen pedagógus, legyen orvos, legyen katasztrófavédelmi dolgozó, legyen diák, akinek nincs vezetői engedélye, legyen polgárőr természetesen, és legyen egy rendőr is. Azt hiszem, felsoroltam mindenkit, hogyha véletlenül nem, akkor elnézést, hetes főből fog állni egy-egy csapat. És hát gyakorlatilag tesztlap kitöltésről lesz szó. Nem változtattunk azon, ahogy a tavalyiban elkezdtük, hogy amikor egy tesztlap kitöltésére kerül sor, addig, amíg annak a kiértékelése folyik, addig Molnár Sanyi bácsi élő szóban ismerteti a jó válaszokat, és biztos vagyok benne, hogy az ő habitusának megfelelően a figyelmet is rá fogja irányítani néhány fontos dologra. Mit lehet várni egy ilyen versenytől? Pontosabban kapitány úr mit vár ettől a versenytől? Igaz, érintettük már az első kérdésben ezt a témát, de mégis mi lehet ennek az eredménye, és lesz-e jövőre ilyen verseny? Hát mindenféleképpen azt várom, hogy először is, mivel a sajtó szép számban képviselteti itt magát, nagyon örülünk, hogy eljött, minden meghívott, hogy itt helyben megfelelő teret fognak szentelni. Sőt, mi több, hadd mondjam azt, hogy az elektronikus médiától, én a televíziótól azt szeretném kérni, hogy ne is az én mondani valóm legyen a fő lényeg ebben a megjelentetendő műsorban, hanem a
helyes megoldásoknak az ismertetése, és azt várjuk, hogy ezáltal nem csak az itt lévők fognak utána nézni a esetleges hibáknak, hanem ismerethiánynak, hanem valamennyi televíziónéző vagy a helyi írott médiát olvasó utána fog nézni a KRESZ változásoknak, és ez önmagában véve még nem igazán elegendő, de nagyon remélem azt, hogy egyre többen és többen be is fogják tartani ezeket a szabályokat. Nem győzöm elégszer hangzóztatni azt, hogy a rendőrségnek a közlekedési szabályok megszegőivel szemben egyrészt intézkedési kötelezettségük van, másrészt bizonyos körülmények között szankcionálási lehetőségük és kötelezettségük is van. Mi nem szeretnénk, és főleg komoly összegű szankciókat kiszabni, bírságokat kiszabni, de talán most megragadhatom az alkalmat arra, hogyha pár ezer forintból biztonságos módon föl lehet szerelni egy kerékpárt, hát sokkal érdemesebb, mint sem egy minimum helyszíni bírság összeget befizetni, hisz az 5000 forintnál kezdődik. Nekem meggyőződésem, hogy egy kerékpár biztonságos tétele felszerelése nem kerül 5000 forintba ma sem. Tehát azt várjuk, hogy minél többen ismerjék, betartsák a közlekedési szabályokat, minél kevesebben kerüljenek olyan helyzetbe, hogy baleset kárvallottjai lesznek, kárvallottjai akár sérültként, akár esetleg ugye okozóként. Második alkalommal rendezik meg itt a rendőrkapitányságon ezt a KRESZ versenyt. Alpolgármesternek mi erről a véleménye, mennyire tartja fontosnak ezt a dolgot, ezt a témát? Én nagyon fontosnak tartom, hiszen ha frissen tartjuk ismereteinket, illetve továbbképzünk és népszerűsítjük ezeket a fogalmakat, új szabályokat, akkor nagyon sok balesetet lehet ezzel megakadályozni. Én személy szerint nagyon örülök neki, sőt én szorgalmaztam már tavaly, és most is szorgalmazom, hogy az iskolákra is ki kéne terjeszteni, hiszen minél frissebbek az ismereteink, minél többet gyakorolunk, annál jobban tudunk esetleg egy veszélyhelyzetbe reagálni.